Az európai biztosítók eddig figyelembe vehették azokat a kockázatokat, amelyek abból fakadtak, hogy ügyfelük férfi-e vagy nő. Mérlegelhettek és eltérő díjakat állapíthattak meg. Jövő decembertől azonban ez már tilos lesz. 2004-ben hozott az akkori bizottság egy olyan döntést, hogy nemre való tekintet nélkül kell megkötni a biztosításokat. Nos, természetesen, mint minden szabályozásban itt is volt egy kiskapu, tehát ennek megfelelően egészen addig, amíg nem volt egy bírósági határozat, hogy hogyan kell pontosan értelmezni ezt az ügyet, gyakorlatilag senki nem vette ezt komolyan, illetve a Nőjogi Bizottság annak idején jelezte, hogy nem kérünk derogációt, mert úgy gondoltuk, hogy amennyiben valóban életbe lép ez a törvény, akkor ez jelentkezik a piacon, tehát ez azt jelenti, hogy a nőket hátrányosan fogja érinteni. Az Európai Bíróság döntése az egyenlő jogok, a diszkriminációmentesség elvén alapult, de az ítélet nem várt bonyodalmakhoz vezethet, legalábbis egy szakmai tanulmány szerint. Sok esetben ugyanis a nők kedvezőbb díjat fizettek egyes biztosításoknál, éppen azért, mert nők. Például a fiatal, kezdő járművezetők között alacsonyabb a balesetek száma, mint a fiatal férfiaknál, és ez a díjtételekben is megmutatkozott. Ezután ezt a kockázati tényezőt nem vehetik figyelembe a biztosítók. A gyakorlat szerint a fiatal férfiak által okozott több baleset kockázatát a fiatal nők díjszabására is szétterítik majd. Vagyis a férfiak kevesebbet, a nők pedig többet fognak fizetni. Miután ez az ügy nagyon sokakat érít, és miután én azt tapasztaltam, hogy a biztosítási piac abszolút mértékben együttműködő, hiszen egy 100 éves hagyományt kell megváltoztatni azzal, hogy a nemi diszkriminációt ki kell vennie ebből, tehát ennek megfelelően egy munkadokumentumot készítettem a 2004-es jelentés alapján, amiben szerettem volna fölhívni a figyelmet arra, hogy milyen ügyek lehetnek ebben érintettek. Egyes biztosításoknál például javulhat a nők helyzete. A magánnyugdíjbiztosításoknál a nők eddig többet fizettek, mert tovább élnek, és hosszabb időn át fizeti nekik a biztosító a havi járandóságot. Ha ezután nem kell magasabb díjat fizetniük, akkor végül is jobban járnak. Az életbiztosításoknál, amiatt, hogy a nők halálozási kockázata alacsonyabb a férfiakénál, alacsonyabb díjat fizettek a nők. De ha ezt a biztosítók nem vehetik figyelembe, az a nők számára díjemeléssel jár. Az Európai Parlament témával foglalkozó jelentéstevőjeként Gurmai Zita is egyetért azzal, hogy az intézkedés díjemelést hozhat. Valóban a nők szempontjából akár 30%-kal is megemelkedhet az életbiztosítás, az autóra kötött biztosítás díja. Tehát gyakorlatilag, hogyha azonos módon mérünk, akkor ebben az esetben a férfiaknak jobb lesz. Ezt is tisztességgel el kell tudni ismerni. Várható az is, állítják a szakértők, hogy a díjemelkedés miatt különösen a válság idején jóval kevesebb biztosítást kötnek majd a nők. Ez főleg a nyugdíjbiztosítások területén okozhat gondot, hiszen ha csökken az öngondoskodás, csökken az anyagi biztonság is. A forgalomcsökkenés miatt a biztosítók várhatóan megnövelik majd a marketing és reklám kiadásaikat, ami tovább emelheti az árakat. Ráadásul, mivel az unisex termékek miatt a kampány nem irányulhat kifejezetten nőkre vagy férfiakra, ez a hirdetéseket is megdrágíthatja, ami szintén érvényesülni fog a biztosítási díjakban.